Már hónapok óta egyeztetnek a Pécs-Pogányi reptér tulajdonjogának megszerzéséről, mondta Harkányi fürdő új részlegének átadásán a paksi bővítésért felelős miniszter hétfőn. Süli János szerint hamarosan kormányhatározat születhet, és az állam átveheti a pécsi légikikötőt. A mi egyik cégünk fogja a pécsi reptér hosszú távú üzemeltetését végezni, aminek úgy gondoljuk, hogy kibontjuk a holdpontról, meg lesz az a szükséges forrás, amivel a bővítést és a térség fejlesztését, akár az ide érkező fürdővendégeket, akár a Pécsvárosba érkező egyetemisták szüleik mozgását, vagy bízunk benne, hogy a térségbe több céget fogunk tudni hozni, mint ami eddig érkezett. Úgy kerülhet állami tulajdonba a reptér, ha megvásárolja azt a kormány, erről már megszületett az első döntés. A tulajdonosváltás fejlesztést is jelent a légikikötőben, mondta Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere stábunknak. Azt kértük az üzletrészvásárlás ügylet létrejöttére, hogy egy fejlesztésben együtt állapodjunk meg. Ugye tavaly megállapodtunk meg Pogánnyal, mind a földhasználati jogban, mind fejlesztési megállapodásokban. Ezeket a megállapodásokat támogatta a Pécsi Tudományegyetem is. És ugye idén az első lépcsője született meg annak a kormány döntésnek, ami arról szól, hogy maga az üzletrész vásárlási szándéka a kormánynak megvan, és ezt követően indul el maga a tárgyalás, aminek révén a konkrét számok és maga a szerződés évvégéig megszületik, és ugye Pogány és Pécs mellé tulajdonosként belép maga a magyar állam. Az alpolgármester szerint valószínűleg 1 milliárd forint fölötti vásárlás lehet a repülőtér megszerzése. Pontos összeg még nincs, ez is a tárgyalások részét képezi.